Hello, sziasztok! Egy unboxing videó. Ovon XDM 1041. Ez az Ovonnak a picike asztali multimétere. Igen, ott a képernyő jobb oldalával látod már a bemelegedő flúkot, amihez majd oda lehet viszonyítani. De hát így nem sok értelme lesz majd. Majd rájöttem, hogy ezeket ez hogyan kell bontani, hogy utána lehessen használni másra is. Egy nagyon jó kis csomagolás. Az esetben, hogy így nyitott ki. Hát egy kicsit azért az Express Fan ezt meggyűrte. Reméljük a multiméter egybe van. Mi van a dobozban? Ugye alapvetően egy multiméter. Szokásos, ovon ilyen nagyon kínai zacskóva. Azt teszik az XDM 1041-ben, hogy ezen USB port van. Létezik ebbe RS232-es, de hát az meghalt az a port nekem. Szóval már hogy nincs olyan gépe, amin az lenne. Adjunk neki tápot, hogy bekapcsol-e, ha már itt tartunk. Működik. Vagyis hát ki tudja, hogy működik-e, de bekapcsolt. Ezt most ide félretesszük melegedni, mert így hiába is akarsz vele mérni, azért illik egy ilyen műszert bemelegíteni. Mondjuk mérhetünk vele, de nézzük meg addig, mi van a dobozban először. Ugye van egy ilyen betápkável, amit most beledugtam a seggébe egy másikat. Adnak hozzá egy mérőkábel szettet, ami egyenes. Ez egy teljesen sima, szóval nem az a tűhegyes aranyozott, hanem egy ilyen masszívabb sima. Nem tudom, króm színű. Ródiumozott? Talán. Hát nem hiszem. Szóval valami olyasmi, szóval ródium színű mérőkábelt. Egy USB adatkábelt. És kivételesen adtak-e nem? Azt néztem, hogy adtak-e szoftvert, de nem, csak a füzetet adják, meg egyszerűen biztosítékot. Itt a specifikáció van, meg a használatutasítás. Aztán ugye ennyi. Na mérjünk vele egyet, azért kíváncsi vagyok. De az most nem lesz egy hótpontos mérés. Ugye ez egy cerkálem, ami 162-69-en kell, hogy legyen. Ott a flúkon látod is, hogy az annyi. Nem melegítem fel az elemet a kezemmel. Sajnos az, hogy elkezdem melegíteni. Na most már 162-70. Majd ha visszahűl szóval a hőfokra, akkor annyi lesz, de most az úgyse lesz valami fontos. Na és ezért adják hozzá az egyenes, nem ezt a pipát, hogy ne ilyen hülyén álljon. Most még le is ejtettem az elemet, úgyhogy most ezt a tényleg biztos nem annyi amennyi. Hát így hidegen ez 162-74-et mér. Majd meglátjuk, hogy amikor bemelegedett, azért legalább, ne essél le még egyszer, azért legalább egy órát melegedett, akkor mi fog történni. Egy esés után ez, hát igen, megváltozott az eséstől, ebből egy 62-80, jó méri. Csak ez most esés után jelen, ez most trauma volt, így ne akarjál vele mérni. 162-79. Még egyszer azért bedugom ide. Majd ha egy óra múlva melegszik, akkor hozok már egy labortápot, azt is ide tesszük mellé, egy forrás, azt akkor megnézzük, hogy mit mér. Ugye 79 volt. 162-72-t mér jelenleg. Majd meglátjuk, ha bemelegszik. Egy jó pofa kis multiméter. Ha érdekelnek tesztek, vagy valamik, akkor iratkozz fel a csatornára, illetve nézz körül, mert már most fent vannak a tesztek. Hogy csináltam? Így csináltam. De fent vannak. Sziasztok!